Központi Statisztikai Hivatal riasztó jelentést tett ma közzé a kiskereskedelmi forgalomról. A számokból egyértelmű, hogy a megszorítások és az Orbáni infláció irtózatos rombolást végzett a családok költségvetésében, ugyanis 7,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Az embereknek sokkal kevesebb pénzük van bevásárolni és tankolni is, az élelmiszerüzletek forgalma 4,1%-kal, a benzinkutak forgalma pedig több mint 20%-kal esett vissza a tavalyihoz képest. A demokratikus koalíció szerint mára egyértelmű, hogy kudarcba fulladt az áremelések és a megszorítások politikája. Azzal, hogy a kormány a családokkal és a magyar vállalkozásokkal fizettette meg az elhibázott Orbáni gazdaságpolitika árát, recesszióba lökte a magyar gazdaságot és visszavetette a boltok forgalmát is. Ez a megszorító politika a garancia arra, hogy amíg a kormány velünk marad, addig velünk marad a megélhetési válság is. A Dobrev Klára vezette árnyékkormány ezzel szemben egy szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Le fogjuk törni az Orbáni inflációt, és nem az árakat, hanem a béreket és a nyugdíjakat fogjuk emelni. Csak akkor fogunk kitörni a válságból, ha megszorítások helyett inkább támogatjuk a családokat és a magyar vállalkozásokat. Másfajta kiút nem létezik a jelenlegi helyzetben.